Sziasztok, üdvözlök mindenkit, én Loret vagyok, és ez itt újra a Star Stable Online szerdai frissítése, és elébem jött egy Zóni. Igazság szerint azért sem csinálta a szerdán videót, mert aki esetleg látta a YouTube-on felrakott sztorit, akkor azt tudhatja, hogy történt egy picike baleset, ami miatt az asztékkal sajnos el kellett rohannunk az állatorvoshoz, de hozzáteszem, jól van az aszték, nem kell aggódni, semmiféle rosszat nem csinál, csak nagyon mindegy, szóval doktornál volt, jelentem, jól van, kapott egy gallért is, hogy ne bántsa a sebét, mert hát ejtett magán egy kis sebet, és emiatt muszáj most gallért viselnie, úgyhogy emiatt én nem csináltam a videót, még ráadásul csütörtökön se, de most itt van péntek, valam újra iskola volt, úgyhogy most már mindenki szuszalhat egy jó nagyot, mert hogy itt van a hétvége. Na de nem is hozzam tovább a szót, itt lennék újra a Star Stable Online-ba, és a szerdai frissítés szerint most az volt, hogy ismét vannak versenyek, amiből 1500 XP-t lehet kapni, ami szerintem tök jó, mert azért 1500 XP egy hatalmas kincs, úgyhogy azt mindenféleképpen meg fogjuk nézni, hogy hol van, mert hogy ugye ezek naponta váltakoznak, és ugye először Alexet kell megkeresni, és ő fogja nekünk megmondani, hogy hol vannak ezek a jó kis versenyek, ugye Rianonnál lehet ezekkel a versenyekkel részt venni, és így ezáltal megszerezni ezt a jó kis 1500 XP-t a pacira, úgyhogy nem is húzom tovább a szót, lássunk hozzá! Rianon egy druida őr és ennek a lovagló stílusnak a mestere. Azt beszélik a rúnakövek körül, hogy hamarosan új tanítványokat fog toborozni. Megkért, hogy tartsak Jorvi szerte napi versenyeket, hogy olyan lovasokat találjak, akiknek fontos a kötelék ápolása lovunkkal. Minden nap másik versenyt tartunk, és a teljesített áldást kapsz a lovadra, hogy extra gyorsan fejlődjön. Ez amúgy egy tök jó hír, és most akkor tudjuk végre, hogy hol van ez a verseny. Készen lesz arra, hogy megszerez Aiden áldását lovadnak. A mai lélek lovagló verseny kiindul a pontja Morland Istál ló. Keresd meg Riandond és lovád Nyxet a kezdő vonalnál, és majd ő segít edzeni. Jó, szóval Rianon itt van Morlandbe, és akkor itt kell megtalálni azt, hogy a kezdő vonal, ami igazából nem tudom, hol van ez a kezdő vonal, de biztosan itt lesz valahol a környéken, és akkor nekiválunk ennek a jó kis versenynek. Esek szerint csak 10 percre mentem el, és már ekkora tömeget generáltam ide, nagyon nem baj! Szóval itt lenne Rianon, aki adja nekünk ezt a jó kis versenyt, és akkor lássuk hozzá 1500 pont. Úristen, ez nagyon sok. Na nem baj, ennek a pacinak amúgy is kell, és ahogy nézem, nem vettem neki istálós lányt, úgyhogy egy kicsit lassú kutyus, cicus, lovacska, nem tudom, miért mondtam kutyust. Szóval igazából a mai nap, pénteki napon a Morlandi rovardánál lehet Rianon megtalálni, és ugye minden nap váltakozik. És hogyha esetleg nem tudjátok nyomon követni, akkor Alex mindenféleképpen el fogja mondani nektek, úgyhogy ez már egy hatalmas segítség nekünk, és érdemes ezeket kihasználni, mert azért nagyon ritka egy ilyen alkalom, és ugye én nagyon sokat szenvedek a ló fejlődésével, és ez most nagyon sokat segít nekem, illetve nekünk is, úgyhogy aki esetleg ki tudja használni, az mindenféleképpen használja ki, és akkor ugye ezzel is előrébb lép a lovak fejlődésébe. Hát, hogy őszinte leszek, nekem azért eléggé sok lovam van, amit ki kell edzeni, mert ugye nem mindegyik maxos, de viszont ez is azért kis lépés nekem, úgyhogy innen is nagyon szépen köszönöm, hogy van ez a jó kis verseny, mert ez azért tényleg nekem ugyan piciben, de nagyon sokat segít nekem. Igazából kíváncsi vagyok, hogy most majdnem 5-ös szintű, de vajon mennyi szintet fog dobni rajta? Ó, még új rekordot is értem el. Na szuper, lássuk, Rianon, mennyit adsz nekem? Lássuk, majdnem 6-os szintű lett a ló. Na nem baj, és ezt ugye minden nap csak egyszer tudod kihasználni, úgyhogy ez azért tök jó. És hát igazából nem is tudom, hogy hol fordulhatnak elő ezek a versenyek, de szerintem a szokásos nagyvárosokban megtalálható Rianon is az ő versenye. Úgyhogy azért szerintem tök jó, hogy minden napra van egy ilyen lehetőségünk. A másik fontos esemény, ami a frissítéssel együtt érkezett, az nem más lenne, mint a Jorviki nyílt nap. Azt a mindenit, várjatok, rápuskázunk, nyílt ház, díjlovagló arénája, ezt pontosan nem tudtam. Ezek is igazából itt vannak, hol nincsenek itt. És igazából ez azért is jó, mert aki kedveli a díjlovaglást, ez az esemény igazából nagyon jó neki.
És jöttek amúgy új cuccok is, hát mondjuk ezek nekem éppenséggel megvannak, ugye ezek tavalyiak is, azt hiszem tavalyiak, nem is hiszem, de most már mondhatom azt, hogy tavalyiak, úgyhogy ezek tavalyiak is visszajöttek, de ahogy nézem, vannak itten új felszerelések, például egy barokk stílusú felső, ez a csizmes, ami nagyon tetszik. És igazság szerint igazából csak ezek a felszerelések vannak, amik így visszatértek, ez a fekete lovagló nadrág is amúgy tök jól néz ki, és ezek ugye csak ideiglenesen érhetőek el, aztán ki tudja, hogy mikor jönnek vissza. Na, szóval ez egy butik áll itt rendelkezésre, és itt is lenne a pálya, és ha jól tudom, akkor itt most egyelőre nincsen verseny, bár igazából nem tudom, de igazából teljesen próbára tehetjük magunkat, még zene is szól alatta, csak nekem éppenséggel ki van kapcsolva, és igazából akkor lenne ez tök jó kipróbálni, illetve részt venni ilyen tök jó díjlovagláson, hogyha például egy klubban vagytok, és akkor csoportosan együtt nekivágtok a nagy kalandnak, kitaláltok magatoknak egy jó kis koreográfiát, nem kell olyan hülye bonyolult, de önmagában is szerintem nagyon szép, ahogy mondjuk 4-en, 5-en, 6-an egymás után jöttök, és akkor mindenféle mozdulatokat csináltok. Én őszintén ezt szívesen kipróbálnám, mert szerintem úgy tök izgalmas egy ilyenben részt venni, főleg akkor, hogyha jó sokan vagyok, és összhangba tudjuk hozni ezt az egész dolgot. És őszintén leszek, nem olyan hüde egyszerű ezt amúgy összehozni, mert ugye a szervernek van egy picike késése, tehát mindenki máshogy látja például az ugrásokat. Tehát én például ugrok egyet, és az egy másodperc múlva jelenik meg a másiknál. Szóval tényleg elég nehéz ezt így összehozni, de szerintem nem lehetetlen. Igazából boltból én nem akartam nagyon semmit se venni, mert ha jól látom, csak ez az egy új felszerelés van, ha van is egyáltalán, de szerintem nem, sőt, mi több szerintem vissza se jöttek, illetve nem jöttek új felszerelések, úgyhogy igazából aki esetleg vágyott erre a jó kis barokkos felszerelésre, akkor most újra meg tudja venni, de én most erre nem nagyon akarok ráruházni, mondjuk ez a fekete lovas oktatói cucc az tök jó, csak ez nem fullos. Tehát igazából van nekünk kék, rózsaszín, zöld, meg barna. Hát, akkor mindegy. Én úgy tudtam, hogy ennek több butikja van, de igazából csak ez az egy van. De amúgy ez is tök jó, és amúgy tetszik ez a dekorálás is, meg főleg ez a fogadtatás, hogy itten ágaskodnak a lipicaival. Nekem amúgy mindig is tetszettek a lipicaik, mert csak azért is, mert ilyen különleges ágaskodása van. És itt van a másik oldalt a fekete, és még egy túloldalt, azt hiszem ott pej van talán, de nem vagyok benne biztos, szerintem deres van. Na most ezt én megnézem, mert őrült kíváncsi vagyok, hogy melyik. Igen, jól gondoltam, ez a sötét pej. Na jó, van igazából, a frissítés ez ennyi lenne. Ja, és még elfelejtettem mondani, hogy aki esetleg egyszer fizetett Star Rider, tehát örök Star Rider, azoknak a Star Rider boltjukba elérhető egy újabb felszerelés, azt most nem tudom micsoda, de nem is akarom leszpoilerezni. Tehát aki esetleg kíváncsi rá, akkor mindenféleképpen nézze meg. Én viszont elköszönök már, sajnálom, hogy ilyen rövid lett ez a videó, de nincs mit most már így bemutatnom. A szerdai frissítést igazából így nagy vonalakban bemutattam nektek, úgyhogy mindenkinek jó szórakozást kívánok a díjlovaglós versenyekhez, a koreográfiához és minden egyébhez, és ne felejtsétek el a Korianon versenyét is, mert tényleg azért 1500 XP nagyon sok XP egy lónak, látjátok, nekem is majdnem egy teljes szintet tolt. Ha már közelítesz a 15-ös szint felé a pacival, akkor az tényleg elég sokat segítene rajtad. Úgyhogy én sok szeretettel ajánlom nektek, és el is köszönök mára, legyetek jók, és találkozunk egy újabb videóban, addig is, sziasztok!